Sziasztok, Plüty vagyok, alias Ella, és ez most egy mukbang videó lesz, szóval akkor kezdjünk is bele. Van egy démon a lelki világomban. Vagyis nem ember vagyok, hanem démon hordozó. És Aquariusnak hívják, és hízelemű akárcsak én. Amiről sétáltam a Margit-szigeti roboknál, és akkor találkoztam Aquariusszal, ezzel a vízelemű démonnal. És ja, éppen nem volt démonom, fél ember voltam, így gondolta, hogy most itt él bennem. Na, ezt most jól megaszoltam. Az történt, hogy egy másik hordozó konkrétan elvette tőlem Helenát, vagy ő ment oda hozzá. Mivel az egyik démonja átkerült egy lendő hordozóba, mármint a lelki világába. És mivel az a hely üres volt, gondolom, vagy ezért, vagy valami másért, nem tudom. Ja, és már most közlöm, hogy hordozóval jó, hogyha együtt van. Úgy, mint párkapcsolatban. Mivel, hogy mind a kettőnek van démonja. Ja, és aztán most előre megmondom, hogy én leszek majd a páromnak a mestere, úgyhogy érezze magát megtisztelve. És sok mindenre fogom őt megtanítani, amit egy hordozónak tudnia kell. És ahogyan elnézem, a rendszeres meditáció nem volt elég. Nem tudom miért. Pedig már vagy két hónapja, sőt, több mint két hónapja meditálok rendszeresen, lefekvés előtt. És egy meditáció alatt foglalkozok a démonokban. És ezt a malát nem bíztek hordom. Ez raktározza el az energiámat. És ha egy haladó ember hozzáér ehhez a malához, akkor a mala átkozott lesz. És csak egy mester tudja leszedni róla az átkot. És mivel én is le tudom szedni róla az átkot, gyakorlatilag mesternek számítok. Egy démonnak ne parancsoltass, és ő sem parancsolhat neked. Bánj vele tisztelettel, és mint társadként kezel csak. Ennyi volt ez a videó. Ha tetszett és szeretnétek még hasonló videót látni a csatornában, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!